Süvegemen nemzeti szín rózsa, ajakamon édesbabám csókja. Ne félj, babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülőanyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád. Így írt Arany János 1848-ban hazaszeretetéről, Deli honfi küzdelmeiről. Büszkeség, remény, derű. És legfőképpen derű. Ilyen volt a magyar nacionalizmus 1848-ban. Alig két emberöltővel később, ennek már nyoma sincs. Magyarság, fajtám. Szerettelek, tán jobban soha más. Szenvedtem érted, és vérzettem érted belül. A sebb fájóbb, ha vér se jő. De jaj, már engem elfáradt legénynek szült búsanyánk a magyar őserő. Juhász Gyula Arany lírájának talán legméltóbb folytatója, mintha már egy teljesen más nemzet tagjaként írna a nacionalizmusról. Mi a változás oka? Természetesen Trianon. Pontosabban nem csak az a Párizs mellett aláírt papíros, legyen bármennyire is vétetetlen és igazságtalan az ott született döntés, hanem az a magyar politikai válasz, ami erre született, és amely a sovenizmusra, az irredentizmusra és az önmagunkba fordulásra építette föl magát, és amely fájdalom olyan nagyon jól ismert a számunkra mind a mai napig. Trianon tetralógiánk első részében a dualizmus időszakával foglalkoztunk, pontosabban azzal, hogy hogyan nyomta el az osztrák-magyar monarchia a területén élő kisebbségeket, és ebben milyen szerepe volt a magyar államnak. A második részben konkrétan a békediktátum létrejöttét elemeztük végig. A mostani harmadik részben pedig azzal foglalkozunk, hogy 1920 után hogyan született meg az a politika, amely a mai napig meghatározza a viszonyulásunkat Trianonhoz, és amelynek kialakításában elsődleges felelőssége volt a Horthy rezsimnek. Ebben az epizódban két alapvető szempontot nézünk végig. Egyrészt, hogy belföldön hogyan alakult ki az a nagy magyarországos ábránt kép, amely egy olyan államalakulatra hivatkozik, amely ebben a formájában soha nem létezett. Másrészt végignézzük a történetét annak, hogy hogyan élték meg a határon túli magyar közösségek elszakadásukat az anyaországtól, és hogy erre milyen válaszokat adott a Horthy korszak. Trianon az első pillanattól kezdve eszköz volt a mindenkori hatalmi elit kezében ahhoz, hogy igazolja a saját önös politikáját. Erre hivatkozva ugyanis nem kellett figyelembe vennie az országhatárokon belül élők érdekeit, nem kellett figyelembe vennie az országhatárokon kívül élők érdekeit, egyáltalában bármifajta régiós érdeket nem kellett figyelembe vennie, hanem kizárólag a saját hatalom politikai érdekeire koncentrálhatott. Magyarországról, édes hazánkról, nem felejtkezzél árva magyarokról. Lesz, csak azért is lesz, miénk lesz még kassa, Pozsony, Eperjes, akárhogy is berzenkednek. Horthynak a kultusza már 1919-ben kezdődött, ugye akkor a nemzetmegmentő szerepet vállalta magára, aki tulajdonképpen a már kultusz leírásában a forradalmak, a tanácsköztársaság, a kommunista uralom, illetve Trianon után ugye magához ragadta és megmentette ugye a végpusztulásába szaladó Magyarországot. Ugye ennek itt a tényektől azért erősen el kellett tekinteni, mert ugye Trianon aláírására, illetve a trianoni béke megkötésére már a Horthy korszakban került sor. Az általa megszervezett nemzeti hadsereg 1919-ben az Antant, tehát az idegen hatalmak jóváhagyásával történt meg. Tehát az egész indulásnak ezeket a nem túl kedvező jeleit el kellett tüntetni, és a kultusz tényleg csak arról szól, hogy ő az, aki rendet teremtett. A Horthy rendszer irredentizmusa jellegzetesen a kettős beszéd példája. A kettős beszédé azért, mert a politika teljesen mást kommunikált Magyarországon belül, és más kommunikált nemzetközileg. Magyarországon belül mindenki azt mondta, hogy nem, soha és mindent vissza, tehát hogy egy integer történelmi határok az igaziak, és hogy szó se lehet semmiféle kompromisszumról. A németek mondják ugyanezt, hogy mindenhol, még akkor is a kisebbségben voltunk, tulajdonképpen a németek teremtik a kultúrát. Tehát igaz, hogy
Erdélyben a szászok azok sosem voltak többségben, de az Erdély mégiscsak valamilyen értelemben egyfajta német világ, németek a kultúra hordozói. És hogy tulajdonképpen a magyar kultúrfölény ideológia az lényegében ennek egyfajta lokális változata. Ugye? Az első világháborút lezáró békeszerződések körüli érvelésben is volt egy nagyon fontos történeti érv, hogy Közép-Európában végül is a magyar államiság az, ami képes közigazgatást, államiságot szervezni, és bizonyos értelemben ezt a kultúrfölényt próbálták megőrizni. Ez egy létező diskurzív keret, ahogy le lehet írni azt a helyzetet, hogy miért akarunk olyan területeket visszakapni, ahol tulajdonképpen nem mi vagyunk többségben. A nem-nem soha ceruzától kezdve a Turán toltartón keresztül a turul labdajátéknak az ütőin keresztül hát egész ilyen föld darabkákat tartalmazó relikvia, hát ami ilyen nagyon pátosszal teli szöveg körülötte ugye azt írja, hogy ez az a föld, ami apáid vére folyt, és akkor ez az elcsatolt területek ről származik elvileg. Tulajdonképpen belemerevedik a magyar politikai elit abba, hogy integrális revíziót szeretne. A revíziós propaganda, ez mind nem állami keretek között zajlott, hanem úgymond társadalmi szervezetek révén. A Magyar Revíziós Liga ugye óriási kampányokat szervezett. 20-as évektől kezdődően ezek hát mindenféle kiadványok, de leginkább képeslapok formájában, amelyeket ugye külföldre küldözgetik az emberek, tehát ez is volt az egyik cél, hogy valahogy a revízió gondolata és mondjuk a magyar oldalról az igazság, az igazságtalanság, kijelentése vagy kihangsúlyozása az egy eljusson kvázi külföldre, emiatt aztán nagyon sok ilyen többnyelvű Trianonra emlékező képeslapot készítettek, nyomtattak. Hivatalosan az állam nem vett ebben részt, természetesen nem hivatalosan nagyon is bátorította, illetve pénzelte ezeket a revíziós szervezeteket. Határrevízió, amely meghatározta a két világháború közötti Magyarország politikáját, és amely a legfőbb oka volt annak, hogy Magyarország ilyen intenzitással csatlakozott a tengerhatalmakhoz és Hitlerhez, illúzió és délibáb volt kezdettől fogva. Miközben az összes politikus tudta, Bethlen Istvántól kezdve Gömbös Gyulán át, hogy ez egy illúzió, hogy erre se a belső erőforrások, se a külső világpolitikai lehetőségek soha nem fognak lehetőséget adni, ezért kifele mindig is csak egy részleges revízióról volt szó, amit földrajzi, de alapvetően etnikai érvekkel próbáltak alátámasztani. Bezárja az egész magyar politikai kultúrát abba, hogy olyan területeket is vissza akar kapni, ahol minden, bármiféle statisztikai vagy demográfiai bűvészkedéssel sem lehet azt kimutatni, hogy itt a magyarok többségben lennének. És az egyetlen módja, hogy emellett érvelni lehet, az, hogy vagy az, hogy lehet, hogy 500 éve még mi voltunk itt többségben, csak jöttek a törökök, és ezért eltűntünk, de erről mi nem tehetünk, tehát ezt is kérjük vissza. Vagy azt mondani, hogy lehet, hogy mi kisebbségben vagyunk, de mi annyira jól megszerveztük ezeknek a szegény népeknek a kulturálatlan tömegeit, hogy ezért mi megérdemeljük, hogy visszakapjuk a mi pozíciónkat. Ezzel eltöltött Magyarország 22 esztendőt revíziós politikával, minden ezt a célt szolgálta, és ilyen értelemben hiába való volt a teljes magyar hivatalos politika a Horthy rendszer alatt. Manapság, hogyha harangszót hallunk, hát úgy majdnem biztos benne, hogyha négynél több harangszót hallunk egyszerre, akkor úgy majdnem biztosak lehetünk, hogy azok közül valamelyik az egy ilyen emlékharang, ami azt jelenti, hogy hát ugye a Trianon utáni időkben ez egy óriási divattá és hát ilyen ritussá vált, hogy hát a nemzeti hiszek egyel díszített feliratú harangokat készítettek, és hát ezek mind a mai napig szólnak. Baloldal tulajdonképpen
Ugye nem tudta magát kivonni az akkori revizionista közbeszéd alól. Az egész magyar politikai életben nem volt olyan politikai erő, ami ne gondolkodott volna a revízióban. Hát mivel ugye a Kominter is revíziópárti volt, és Lenin igazságtalannak tartja a versailles-i békerendszert, ezért még a kommunista párt is lényegében a revízió mellett tette le a voksát. Ők is azt mondták, hogy valamilyen revízióra, a nemzetiségi elv betartására szükség lenne, ami ugye alapvetően lehetetlenné tette, hogy ez a megegyezés békés legyen a szomszédokkal, ugyanis az új szomszédos államok meg pont arra építették az egész rendszerüket, amely a Trianon tagadása és mindenféle határi revízió elutasítására. Demokrácia nem volt az egész korszakban soha, és diktatúra is csak igazából a legvégén már a világháború alatti években. Tehát egy olyan a demokrácia és a diktatúra között is skálán mozgott az ország politikai berendezkedése, amikor épp az adott helyzettől, a kormányfőtől, a Horthy beavatkozásától függően mondhatjuk el, hogy mennyire volt autoriter ez a rendszer. A nacionalizmus az egy rendszeralkotó elemévé válik a rendszernek a két világháború között. Akkor is volt egy centrális erőtér, akkor is létezett egy nemzeti együttműködés rendszere, egységes pártnak hívták. Fontos volt még, hogy Horthynak is volt egy mondhatni külön legitimációja, ezt karizmatikus legitimációnak nevezzük, tehát a személyét olyan egy kultusz, szervezet kultusz révén olyanná duzzasztották föl, olyan tulajdonságokat, akaratot, tevékenységet kötöttek a nevéhez, ami azt igazolta, hogy ő mint vezető személyiség, akár egyszemélyi megfelelő döntéseket tudja képviselni az összes nemzeti érdeket, annak megfelelően tud cselekedni, tehát úgymond irányítani legalkalmasabb arra, hogy ezt a szerepet betöltse. Ha a nemzeti egységet mindig a kormánypárt és a kormánypártát a képviselő ideológia jelentette, úgy az ezzel szemben álló politikai elképzelések valójában nem engedhetőek szabadon, hiszen a nemzeti egység felborulásával, valami olyan típusú társadalmi konfliktus előtérbe helyezésével fenyegetnek, amely a nemzet egységét bontaná meg, a nemzet egysége pedig, mint említettem, Trianon után éppen a nemzeti feltámadás elsődrendű feltételeként jelent meg a politikai ideológiákban és közbeszédben is. A miniszterelnök kiválasztását az nagyrészt a kormányzó múlott. Soha nem a választásokon dőlt el, hogy ki lesz az aktuális miniszterelnök. Inkább fordított volt, hogy a miniszterelnök váltás után érezték mindig úgy a miniszterelnökök, hogy akkor meg kell erősíteni az ő szerepüket, és egy választást kell tartani, ahol kifejezésre kerül, hogy az új kormánypárt, aminek ő lettek a vezetői, az többséget élvez. 1921-ben Bethlen István a miniszterelnöki székbe kerül, egyszerre próbál rendet teremteni, ugyanakkor viszont a választójognál meg pont ellentétesen nagyon sokféle szigorítást vezet be, életkori cenzusokat, műveltségi, tehát bizonyos iskolai végzettséghez köti a szavazást, és ami a legdurvább, az a nyílt szavazás visszahozatala. És ez Bethlen azért vezette be, hogy az általa akkor szervezett új kormánypárt, az egységes párt lényegében hegemon helyzetbe kerüljön, és a választások ne legyenek szabadok és demokratikusak, hanem lényegében előre lehessen tudni, hogy a kormánypárt fog győzni, és abszolút többséget szerezni. Füstöl a víz, lóg a kákka kókkadón a pusztaságba, Dunnába bút fönn a magas, sűrű csönd ropog a havas mezőben. Kövér homály zsíros csendes, lapos lapály kerek rendes. Csak egy ladik, mely hallhatunk, kotyog még a kásás tavon magában. Jeges ágak között zörgő időt vajúdik az erdő. Csattogó fagy itt lel mohát, s ide köti csontos lovát pihenni.
és a szőlő, közből szilva. A tőkéke nyírkos szalma. Sorakozó sovány karók, öreg parasztoknak valók járkálni. Tanya, körülötte körbefordul a táj. A tél körme oldaláról egy keveset repezgeti még a meszet, eljátszik. Az ól ajtaja kitárva, lóg, nyikorok, szélbabrája. Hát, ha betéved egy malac, s kukoricatábla szalad csövestül. Kis szobában kis parasztok. Egy pipázik, de harasztott. Ezeken nem segíti ma. Gondolkodva ül neki ma sötétben. Uraságnak fagy a szőlő, neki durrag az az erdő. Övé a tó, s a jég alatt neki bújnak a jó halak iszabba. Lényegében parlamentális többpártrendszer volt. Nagyon sok korábban kiszorított társadalmi csoport megjelent, de természetesen hatalomra nem kerülhettek, és mérsékelt szerepük volt a kormányzati politikára való hatásban. Maga az egész beállítás nyilvánvalóan arra szolgál, hogy egyfajta társadalmi harmóniát sugározzon ki. Tehát azt az igényt, hogy a társadalmi konfliktusok nem érvényesíthetőek politikai eszközökkel és politikai konfliktusok révén, mindenki eljut annak a belátásához, hogy valamilyen mértékben mérsékelnie kell a saját törekvéseit, és mérsékelni kell a saját érdekérvényesítését, és ebből alakul ki egy harmonikus nemzeti érdek. Én a szegénység tömegeit képviselem, és én nem harcolok azért, hogy még tovább szabadítsák fel az egyéniségeket, mert az én egyéniségem, a tanyák népe nem tud mit csinálni odakint a sártengerben az ő híres egyéniségével. Mit csinálja, amikor 6 hónapig be van zárva úgy, hogy nem bír kimozdulni? Én 1,5 millió magyarra gondolok, akik a tanyákon vannak eltemetve a maguk szabad egyéniségével. 5 millió hold népe van előttem, amelyiknek nem kell a függetlenség, mert nem tud vele mit csinálni. Névleges függetlenségben élnek, de ez a függetlenség, már ez az individuális függetlenség voltaképpen a halálra ítéltek és a cellákba bezártak függetlensége. Minden tanya egy börtön. A városok vezetősége oda zárta el őket, és csak akkor jelenik meg a hatóság, mikor a tanyák népétől valamit kíván. Akkor van ott akár véradó, akár pénzadó kell neki. A haszonért ott van, de soha nem visz nekik semmit, se utat, se védelmet, se okulást, se szórakozást. Az ellenzéki mozgalmak igazából különböző időszakokban különbözőképp próbáltak ehhez a rendszerhez idomulni. Az elején, amikor Bethlen antidemokratikussá tette a választójogot, akkor megpróbálták még azt, hogy a választásokon mégis elindulnak, nagyon határozottan fellépnek, és megpróbálnak valamilyen többséget szerezni, ez nem sikerül, és utána kiderül, hogy a következő választásokon erre már tényleg semmi esélyük nincs. A 20-as évek közepéig, sőt, tulajdonképpen a 30-as évek elejéig a rendszer azt gondolja, és maguk a szociáldemokraták, néztem ezeket a pamfleteket, hogy maguk a szociáldemokraták is azt gondolják, hogy időkérdés, hogy mikor fog összeomlani a Horthy rezsim, és ezért tulajdonképpen van egy ilyen, ki kell még egy pár évet bírni, de hogyha megnézzük, hogy az embereknek mi a politikai preferenciája, nyilvánvaló, hogy egyfajta baloldali liberális többség van Budapesten mindenképpen, de talán a társadalom többsége sem szereti a Horthy rendszert. Ez volt a politikájuknak akkor a fő lényege, tehát a parlamenti politizálás. Arra játszunk, hogy előbb-utóbb a társadalmi elégedetlenség megdönti a rendszert. Látható, hogy ezek a problémák alapvetően csak ideig, óráig voltak a szőnyeg alá söpörhetők, és jó részt akkor, amikor egyébként a gazdasági környezet ezt lehetővé tette. Amikor a baloldal ezt a leginkább szembe került ezzel a kérdéssel és konfliktussal, az a nagy világválság idején történt, amikor ugye a társadalmi elégedetlenség érezhetően megnőtt, 100 000-es munkástüntetés is volt Budapesten, és akkor a szociáldemokrata vezetők egy jó része úgy érezte, hogy na most itt a pillanat, ki kell vinni a politikát az utcára, társadalmi mozgalmat kell indítani, tüntetéseket. Azonban a hatalom nagyon erősen reagált, erőszakkal, tehát leverte a budapesti munkástüntetés és a vidéki szervezkedést, megakadályozta, erőszakkal szétverte azokat a kezdeményezéseket, és végül is a szociáldemokrata politikusok úgymond visszamentek a parlamentbe. A szociáldemokrácia csak a városokban tudott hatni, és ilyen szempontból hát túlságosan nem tudta befolyásolni a közbeszédet. Az bizonyos, hogy ami jót és szépet szolgáról el lehet mondani, az mind rájlik a puszták népére. Az igazi szolga a nagy dolgokban szolgai. A kartán lusta, de a lélek frissen hajlik. A puszták népe a legjobb államalkotó elem,
mert a legnagyobb tekintélytisztelő. Bizonyos, hogy a tekintélytisztelete is nevelés eredménye, de oly régi és oly alapos nevelésé, hogy ma már a népvérébe itatódott, idegzetébe szürem lett, s szinte ösztönévé vált. A szociáldemokraták lényegében a 30-as években egyre gyengébbek voltak, megszűntek a külföldi kapcsolataik is, belül is, és tulajdonképpen mondhatni úgy, hogy beleszürkültek a rendszerben. És ennek aztán az lesz a nagyon érdekes kifutása, hogy tulajdonképpen aztán majd a szélső jobb oldal fogja a baloldali politikai retorika bizonyos elemeit a Horthy rendszer ellen fordítani a 30-as években. A magyar belpolitika egy forradalom előtti állapotban volt, és tartani kellett attól egész egyszerűen, hogy a Nyilas párt, mint olyan, átveszi a hatalmat. Ne felejtsük, hogy 39-ben annak ellenére, hogy rengeteg adminisztrációs korlát volt, azokban a kerületekben, ahol a nyilasok egyénibe indultak, átlag 40%-ot szereztek. Ebből az átlag 40%-ból, mivel hogy nem ugyanúgy lehetett a pálya, ebből csak 20% mandátum lett, mert hogy csomó egyéni kerületben a nyilasok nem indultak. De Budapesten 38-39-ben tömegdemonstrációk voltak, a rendőrséget kellett bevetni, és maga a kormánypárt is teljesen ingott, olyannyira, hogy Kállai Miklósnak 42-től állandóan el kellett napolnia a parlamentet azért, hogy ne bukjon meg. A határtól nem messze van Sassó, szalad ellen, ha élted nem olcsó, nem kell még itt kuron se golyom. Elég lesz a magyar lobogó, hogy jön a Horthy katonája. Így Magyarországon, Trianon, az egy történelmi esemény, az egy szomorú történet, de mindenképpen valamiféleképpen egy ilyen tárgyasult dolog, és valahol az életünkön kívül van. Mint hogyha most valahol Zentán hajóznánk a Tiszán, vagy Brassóba járnánk a Cenk alatt, és odavalósiak lennénk, akkor a Trianon az teljesen más jelent, mert a saját családunknak az élet történetéről van szó, hogy úgy mondjam, a Trianon az egy sorsesemény volt ennek a generációnak, és ezeknek a generációknak a leszármazottai mind viselik ennek a terhét, ennek a kisebbségi létnek a terhét, ami egyben egy másfajta nemzettudatot is hoz magával. Bizonyos közegekben attól függően, hogy mik voltak a mikroklímának a komponensei, az emberek másként írják újra a saját történeteket. Az emberek belekalkulálják még azt is, hogy lehet, hogy ez se egy véges helyzet, lehet, hogy ez is meg fog fordulni, és hogy a helyi elitek azok több irányba is lojálisak. A kisebbségi körülmények között a etnokulturális közösség az az elsődleges, hisz az egyben egy nyelvi közösség, az adja az otthonosság érzetét. Bizonyos elitjei, bizonyos szomszéd államoknak, azok megőrzik azért a magyar társadalom, vagy a magyar politikai struktúrákhoz való lojalitásnak bizonyos fokait. Nagyon sokan az utódállamokban ilyen köztes helyzetet foglalnak el nagyon sokáig, és aztán különböző élmények lökik őket különböző irányokba. A 20-as évektől kezdve lényegében a magyar politika is, vagy a magyarországi politika a saját határon túli elvbarátaival és exponenseivel abba gondolkodott, hogy részt venni az adott ország politikai életében, és az adott ország politikai életén belül valamiféleképpen a magyar érdekeket megjeleníteni. A szimbolikus dimenziója a határon túli magyarokhoz, vagy a kisebbségi magyarokhoz való viszonynak lényegében ketté válik abban az értelemben, hogy a propagandában a szenvedéseik azok, amik alapvetően megjelennek Magyarországon. Létezett egy országos magyar szövetség, ami a névmagyarosítástól kezdve egy sor akciót indított el, regáti magyarság megmentése, szlavóniai magyar telepek és iskolarendszer létrehozása.
2020 után döntően ők voltak a kormányzat mellett azok, akik a határon túli ügyeket is képviselték, és különböző társadalmi egyesületeket hoztak létre. Ezek egyszerre foglalkoztak politikai munkával, sajtót gyűjtöttek, elemzéseket készítettek az adott ország magyarságáról, illetve ők közvetítették az anyagi támogatásokat, és Budapesten az onnan menekült diákok számára kollégiumokat tartottak fönt. Politikai téren a magyar kormány arra törekedett, hogy befolyás alá hajtsa az utódállamokban működő politikai pártokat. A délszláv államban működő magyar pártoknak sokkal fontosabb volt bizonyos értelemben a jó viszony a saját országuk kormányával. Csehszlovákiában és Romániában a kormány folyamatosan arra törekedett, hogy a magyar kormány folyamatosan arra törekedett, hogy ezeket a politikai pártokat a saját befolyása alatt tartsa, ami alapvetően csak részlegesen sikerült. Lényegében arra volt képes, hogy a pénzügyi támogatásokért valamilyen formában a pártok politikai irányvonalát befolyásolja. A magyarság politikának az a lényege, hogy a határon túli magyar közösségeknek a pozícióit mindenképpen meg kell őrizni a két világháború között, és itt kulcs intézményrendszer, egyrészt az egyház, másrészt az adott politikai párt, és a kulcs intézményrendszer az oktatási intézményrendszer. A Magyarországról kimenő határon túli támogatásoknak Erdélyben jelentős része, 50-60%-a ilyen célokra ment el, fönntartani egy egyházi iskola rendszert. Tekintettel arra, hogy a magyar kormányzat célja, amit a határon túli magyar közösségeket megszervező politikai pártok, egyházak, intézmények is elfogadtak, ez az állagmegőrzés volt, az, hogy a magyar kisebbségnek a társadalmi, gazdasági, intézményes pozícióit minél nagyobb mértékben, minél integránsabb módon fenn kell tartani azért, hogy a revízió lehetővé váljon, illetve a revízió esetén ezek újra mozgósíthatóak legyenek egy nemzetállamépítés keretében. A magyar állam nem tűnik olyan vonzónak a két világháború között, hogy ez komoly társadalmi csoportokat meggyőzne arról, hogy a magyar revíziós törekvések azok valamilyen nagyon nagyot ígérnének. Ez nyilván azoknak a magyar középosztályi csoportoknak, akiket kinyomnak az állásaikból az új államigazgatási eljárási szabályok szerint, mondjuk Erdélybe, meg Csehszlovákiában, azok számára ez mégiscsak egy plauzibilis vagy jó ajánlatnak tűnik, de ezeknek egy nagy része el is jön. Ezekből az országok, ugye Erdélyből nagyon sok középosztály meg államigazgatásban dolgozó ember eljön Magyarországra. Akik ott maradnak, azoknak például a felvidéken ugye ezt jól lehet látni, hogy azért a társadalomnak egy nagy része az felméri azt, hogy gazdaságilag is, politikailag is a csehszlovák állam azért ad nekik olyan szabadságokat, amit a Horthy rendszer Magyarországon nem adna. Tehát a gyakorlati politika egészen másként viszonyul hozzájuk. A magyarországi megjelenésüket, azt Magyarországhoz való viszonyukat a gyakorlatban inkább a korlátozások jellemzik, mint bármiféle nagyvonalúság. A trianoni békeszerződés lehetővé teszi azt, hogy valaki, aki a békeszerződés által érintett területen, elcsatolt területen él, eldöntse, hogy melyik országban akar élni. Csak hogy amikor mondjuk valaki a gyakorlatban optálni szeretne Magyarországra, akkor nem azzal szembesül, hogy amire mondjuk a propaganda alapján számítana, hogy tártkarokkal várják, hiszen menekül valamilyen olyan helyzetből, amit Magyarországon szörnyűnek és elviselhetetlenek írnak le, hanem a szokásos bürokratikus procedúrákkal egészen addig menően, ami talán a legvérlázítóbb, vagy a legnehezebben teljesíthető feltétel volt, hogy minden ilyen optánsnak egy igazolást kellett hoznia annak a településnek az önkormányzatától, vagy hát igazgatásától, ahol Magyarországon szeretett volna letelepedni, arról, hogy ő nem jelent majd a község számára semmiféle anyagi terhet. Tehát ismeretlenül kellett volna kérvényeket irogatnia valahová, arról, hogy igazolják, hogyha ő oda költözik, akkor ő majd nem kér tőlük községi segélyt, vagy ilyesmit. A Horthy rendszernek a demokrácia deficitje az nyilván mondjuk a szlovákiai vagy felvidéki magyar értelmiségi, fiatal értelmiségieket, azokat elég határozottan elriasztotta attól, hogy ők nagyon ebben gondolkodjanak. Nagyon sokan elmennek ugye Prágába tanulni, és ott rájönnek arra, hogy a prágai egyetemi keretek sokkal szabadabbak, mint amit ők Magyarországon valaha is el tudnának képzelni. És egyébként részben még a romániai, erdélyi
értelmiségének egy nagy részét is. Tehát a 30-as évek közepén van egy olyan pillanat, hiába van egy radikális román nacionalista nyomás is a másik oldalról, amikor ez a transzilvanista ideológia keretei között fölnövő erdélyi magyar értelmiségi fiataloknak a nagy része az azért elég hangsúlyosan azt gondolja, hogy ő nem akar a Magyarországnak a perifériája lenni. Lényegében a 30-as évekre fölnőtt egy olyan generáció, ami már nem Magyarországon szocializálódott, hanem kisebbségben szocializálódott, és ez a generáció megteremti a kisebbségi embernek a toposzát, megteremti a kisebbségi társadalomnak a úgymond értékrendjét, és ez az új generációs csoport lesz az, ami a 30-as években ténylegesen, ahogy beindul a 30-as években a nemzeti közösségeknek az összezárkózása, egy párhuzamos kisebbségi társadalomba tud gondolkodni. Ezekben a történetileg nagyon is kevert és nagyon is többször gazdát váltó területeken meg nagyon is jelen volt az, hogy az emberek tudták, hogy bizonyos helyzetekben másként definiálják a saját identitásukat, mint más. Attól függően, hogy kivel beszélnek, másként definiálták magukat. És ugyanaz az ember az, erről lengyel-ukrán keretben írtak most nagyon érdekeseket, hogy a 20-as, 30-as években nagyon sokáig ezeken a kevert településeken a lengyel-ukrán nyelvhatáron. Ugyanazok az ukrán parasztok aláírják azt a petíciót is, ami követeli az ukrán oktatást, meg azt a petíciót is, ami követeli a lengyel-ukrán oktatást. De nekik csak az a lényeg, hogy hagyják őket békén. És aki nadrágos ember odamegy és aláírás gyűjt a parasztoktól, parasztok aláírják, mert azt gondolják, hogy az kisebb konfliktus, ha aláírják, mintha nem írják alá. És egy sok ideig ez működik, egy évtizedig, vagy majdnem több mint egy évtizedig ez működik, hogy mind a két elit azt hiszi, hogy ezek a parasztok velük vannak, és ezért nem cseszegetik őket. És a 30-as évek közepére alakul ki egy olyan pozíció, amikor már nem lehet ezt a két identitást egyszerre működtetni, amikor visszajönnek és megkérdezik, hogy miért írtad alá a másiknak is, és akkor már az emberek kénytelenek el. És ugyanezen a területen, ahol az emberek egy évtizedig eljátszák ezt, hogy ők mindenkinek aláírnak, a második világháború alatt le fogják egymást mészárolni, ez ugye a volhiniai területeken, ugyanezek az emberek, akik 10 évig vagy 15 évig hősiesen ellenállnak annak, hogy őket bele kényszerítsék abba, hogy ők most ukránok vagy lengyelek. A Népszövetség sokkal nagyobb tekintélynek örvendene, ha a kisebbségek kegyetlen üldözésének gátat szabott volna. Európának elsőrendű érdeke, hogy a béke angyala végre leszálljon a Duna szépséges völgyébe. A békeszerződések revízióját feltartóztatni nem lehet. Horthy Miklós Tesetosa együgyű, azaz kizárólag a kreált Trianonra fölfűzött zavaros, sovén, nacionalista és antidemokratikus politikája egyre inkább taszította bele belső és külső tragédiákba az országot, ami a II. Világháborúban a Hitler oldalán vállalt szerepben csúcsosodott ki. Hogyan ítéli meg méltóságos uram londoni útja után a magyar revízió jövőjét? Anglia komolyan akarja a békét, és ezért óhajtja a trianoni diktátum igazságtalan rendelkezéseinek a megváltoztatását békés eszközökkel. A brit birodalom közel egy harmad része a földgömbnek, és ezért a brit állásfoglalás döntő jelentőségű a mi ügyünkben. A német birodalom és Olaszország már támogatják a revíziót, és ha még a francia közvéleményt is sikerül meggyőznünk, akkor nyert ügyünk van. A munka nagyobbik fele már a hátunk mögött van, és a nemzet fokozott erőkifejtése kell, hogy meghozza most az 1934. esztendőben nemzeti reményeinknek a beteljesedését. 1928-tól Bethlen nyíltan is meghirdetett egy revíziós politikát, konkrét tervezett tudtunkkal igazából Mussolini biztatására 1934-ben készült. Ennek a koncepciónak az a lényege, hogy első menetben a határmenti magyar lakta területeket kell visszacsatolni, majd lehetőség szerint egy korridorral a Székelyföldet Magyarországhoz kapcsolni. Horthy Miklós ugyanis 1933-tól a náci Németországtól alapvetően tartott, örült annak, hogy felhasználhatja bizonyos politikai mozgásterek növeléséhez, de jobban félt igazából Hitlertől, ugyanis Horthy egy magyar fajvédő volt, aki a magyarországi németektől is egyrészt félt, másrészt volt annyi reális érzéke
hogy a náci német politika az igazából Magyarországnak nem hozhat föltétlen sok jót. Éppen ezért Horthy Miklós tulajdonképpen 33-tól 44-ig inkább egy mérséklő szerepet vitt. Példa erre az, amikor lemondatja Imrédi Bélát. Példa erre az, amikor a zsidó törvények kapcsán ugyanazt nem teszi meg, hogy ezeket ne írná alá, de ennek politikai oka is volt, mert félt, hogy megbukik maga a kormány, azonban rengeteg mindent tett, hogy ezt elszabotálja. A rendszer mindig is a legitimációnak részét tekintette, hogy a nagy nemzeti érdeket, ugye ez a visszacsatolás, a revízió volt, az csak ez a jobboldali kormány tudja megvalósítani. Úgy próbálta a kultusz beállítani, hogy a visszaszerzett területek, ugye a felvidék déli része, Erdély, illetve a keleti területek, azok mind Horthy tevékenységének köszönhető, Horthy akaratának köszönhető. A magyar kormány tehát egyre nehezebben tudja elkerülni azt, hogy valamilyen módon a náci Németország háború alatt megfogalmazódó kívánságait teljesítse. Ehhez jön még az egyébként, hogy a magyar kormányban amúgy is egyre kevesebben vannak, mondjam, a politikai elitben amúgy is egyre kevesebben vannak, akik szeretnének távolságot tartani Németországtól, tehát ez belülről is vannak, akik úgy gondolják, hogy német győzelem végül is adott, és ez Magyarország számára nem csak hasznos lesz, hanem tulajdonképpen kihasználandó, tehát a revízióra is leginkább akkor van lehetőség, hogyha Németországhoz csatlakozunk. Ezt megerősíti nyilván már az 1938. novemberi első bécsi döntés is, ami még békeidőszakban történik. És hát a következő lépések már egyértelműen Németországgal valamilyen módon koordinálva következnek be. 1938-ban fasiszta náci tengerhatalmak által dominált konferencia Magyarországnak ítélte Felvidéket. Ez volt az első bécsi döntés. Itt még volt próbálkozás a csehszlovákokkal való megegyezésre, de nem sikerült. Így az olasz és német külügyminiszterek döntöttek. 11.927 négyzetkilométer, 84,1%-ban magyar terület került az országhoz, beleértve Kassát, Ungvárt, Munkácsot, Pozsonyt és Nyitrát. Ha ezt az öt várost elengedik Horthyék, a csehszlovákok valószínűleg belementek volna a megegyezésbe, és akár hosszabb távú megoldás is lehetett volna a dologból. Látva, hogy a nyugati nemzetek hallgatnak Horthy fölbátorodott és Kárpát alját már nem félt katonai erővel visszaszerezni. Hitler vetette föl neki, hogy a terv az, hogy a németek bevonulnak Csehországba, Szlovákia önállósodik, mi pedig bevonultatunk Kárpát aljára. A magyar hadsereg 1939. márciusában 12.000 négyzetkilométert foglalt el, ahol a lakosság mindössze 10%-a volt magyar. Nem sokkal később iktatták be Magyarországon a második zsidó törvényt, a zsidók közéleti és gazdasági tér foglalásának korlátozásáról. A második világháború kitörésekor Magyarország semleges álláspontra helyezkedett. Nem támogatta a lengyelek megtámadását, sőt, még a Magyarországon keresztüli fegyver szállítást is megtagadta. Emiatt elmérgesedett egy ideig Hitlerrel a viszony. A tisztikart és magát Horthyt is viszont lenyűgözték a német katonai sikerek, és egyre inkább kezdett bízni a német győzelem lehetőségében, és így a visszaszerzett területek megmaradásában. 1940. augusztusában tehát megszületett a második bécsi döntés, ami Erdélyország 52,1%-ban magyarok lakta, majd 500 000 négyzetkilométerét ítélte Magyarországnak. Kolozsvárot megszemlélte az Erdélybe bevonult magyar seregeket. Elsőnek Teleki Pál gróf miniszterelnök üdvözölte a kormányzót. Ennek az országrésznek visszatértével, tényleg uram, még teljesebbé válva reánk száll az az ezredéves kötelezettség most. Az ezredéves hivatás a Duna-medencében. Itt fogadjuk meg tényleg együtt, hogy ebben az ezredéves hivatásban fogunk élni, úgy, ahogy az magyarhoz így. De ennek már ára volt. Egyrészt az országnak csatlakoznia kellett a náci-fasiszta háromhatalmi egyezményhez. Másrészt a belpolitikában enyhíteni kellett a szélsőjobb és a nyilasok korlátozására hozott rendeleteket. Ekkor szabadult ki a börtönből Szálasi Ferenc. A negyedik terület a délvidék volt, ennek kicsit bonyolultabb a története. Jugoszlávia Hitler-barát kormányával Magyarország 1940 végén örökbarátsági szerződést kötött. Ezt a kormányt viszont 41. márciusában megbuktatták, és angol barát rezsim került hatalomra. Hitler támadást tervezett, és ebben számított a katonai segítségünkre. Cserébe fölkínálta, hogyha már úgy is megyünk vele, a délvidéken akár ott is maradhatnak a magyar csapatok. Az ország ekkor még
nem lépett be a háborúba. A déli hadjárathoz való csatlakozás viszont egyértelműen ezt jelentette volna. Horthy viszont nem tudott ellenállni Hitler nyomásának és a délvidék csábításának. Döntött a Jugoszlávia elleni támadás mellett. Teleki Pál miniszterelnök erről értesülve Sándor palotabeli lakosztályában főbelőtte magát. Ezt írta búcsú levelében. Szószegők lettünk, gyávaságból, az örök béke szerződéssel szemben. A nemzet érti, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk. Mert a mondva csinált atrocitásokból egy szó sem igaz. Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem. Hullarablók leszünk. A legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. A magyar csapatok 1941. áprilisában bevonultak Jugoszláviába, Szarajevói meg sem álltak. Majd 12 000 négyzetkilométert foglaltak vissza, ahol 40% volt a magyar lakosság aránya. És felszabadult rabsága alól Újvidékos. Felszabadult a Muravidék népe is. Az Antant ennek hatására megszakította az országgal a diplomáciai kapcsolatokat. Pár hónappal később, 1941 nyarán pedig már a magyar hadsereg kötelékével tartozó Kárpát csoport megindult a harmadik birodalom oldalán, a Barbadossa hadművelet keretében a Szovjetunió ellen. Azt is lehetett tudni, hogy Észak-Erdélynek és Dél-Szlovákiának a visszaítélése Magyarországnak akkor maradhat meg, ha Hitler győz, amely esetben viszont nem maradt volna meg Magyarország egyáltalán. Úgyhogy értelmes célok Trianonnal kapcsolatban soha nem jöttek létre. Az a nagyon paradox helyzet áll elő, hogy Magyarország összes potenciális ellenfele a revíziót illetően szintén Németország szövetségese lesz az első világháborúban. Könnyen zsarolhatóvá válnak azzal, és ezt a német politika láthatóan ki is használja, hogy kijátsszák őket egymás ellen. Ezek az országok hirtelen már nem csak azért kezdenek el versengeni, hogy ugye a németek zsidó kérdésben megfogalmazott igényeit hogyan tudják kielégíteni, hanem arra is elkezdenek kacsingatni, hogy hogyan tudnának az immáron egyre inkább győztesnek várt nyugati hatalmaknál jó pontokat szerezni. Ez vezet el nem csak a békekísérletekig, hanem például olyan lépésekig is, mint Antonescu Romániájában az, hogy leállítják a Transnisztriába történő deportálásokat, ennek köszönhető ugye a dél-erdélyi zsidóság egy jelentős részének a megmenekülése, és ebben a közegben történik meg Magyarország német megszállása, ami viszont lehetőséget ad egy a magyar politikai elit egy csoportjának is, hogy a szokott ilyen lenni. Szokott ilyen lenni néha. Lehet. Hát nem tudjuk, hogy szokott ilyen történni, de nekünk megszólaltatták a szirénát. Értjük az utalást, megyünk is tovább. Nem az a kérdés, hogy Horthy Miklós személyesen milyen és mekkora felelősség terheli a második világháború szerepállásunkért, hanem az, hogy az a politika, amit 1920-tól folytatott, az a sovén, nacionalista, irredenta és revizionista politika szükségszerűen szűkítette bele az országot abba a zsákutcába, amiben nem volt kitörés akkor, amikor a náci Németország állásfoglalása kényszerített bennünket. Emellett pedig, miközben Horthy politikája magyarság össze- és egyivé tartozásáról szólt, valójában nem tett semmit annak érdekében, hogy a határon túli magyarok szenvedéseit enyhítse. Pusztán csak játékszernek használta őket. A két háború között a politika és a közbeszéd nemhogy nem tanult a dualizmusban elkövetett hibákból, hanem százszorosan ráerősített azokra. Míg a dualizmusban a magyarság felsőbb rendőrségéről lehetett úgy beszélni, hogy annak a kabinetpolitika miatt legalább volt valami fajta hatalompolitikai alapja, addig Trianon után a magyarság nagysága már csak a képzeletet Árpád sávos rózsaszín ködbe olvasztó ködében létezett. Mégis ezzel volt minden igazolva, ennek egyébként tette meg Horthy és az akkori elit
a legostobább és a legkárosabb lépéseket is. Ezzel a politikával időlegesen ugyanakkor sikerült pár területet visszaszerezni, ám de a II. Világháborút lezáró párizsi konferencián a trianoni határokat állították vissza, sőt, három felvidéki települést még pluszban is csatoltak. Már 1945 után retorikájában elvégben egy új korszak kezdődött meg, ennek ellenére ez nem eredményezett érdemi javulást a trianon trauma feldolgozásában és még inkább a határon túli magyarok helyzetének a javításában. De erről, vagyis a Rákos és a Kádár diktatúrák nemzetpolitikájáról és még inkább a rendszerváltás utáni magyar államnak a határon túli magyarokkal vállalt szolidaritásáról majd a következő negyedik lezáró epizódban fogunk beszélni. Erre a hétre ennyi volt a Schleim a torkolatot politika, ez volt Trianon tetralógiánk harmadik része. Iratkozzatok fel a csatornára, kérdezzetek, kommenteljetek itt a videó alatt, kövessetek minket Facebookon, Tumblr-ön, vagy kérdezzetek tőlünk Ask FM-en. Továbbra is tart a finanszírozási kampányunk. Ebben a pillanatban, amikor ezt a videót forgatjuk, nagyjából ilyen 360 dollár kell még ahhoz, hogy elérjük a 6000-es végső szintet, amivel garantáljuk a függetlenségünket és azt, hogy továbbra is ilyen videókat tudjunk készíteni nektek. Szállj be a finanszírozásunkba és segítsd a megmaradásunkat. Találkozunk a jövő héten. Erre a hétre ennyi volt a Schleim, a torkolatot politika. Ciao. Magyarországról, édes hazánkról, nem